Nos, üdvözlök mindenkit! Most csak egy rövid videó lesz. Gondolom mindenki emlékszik a Snipping Tool, a Sniping Tool nevű kis valamire, ami még Windows 7-en debütált. Ugye ennek az volt a lényege, hogy segítségével egy részt az asztalból ki tudtunk vágni, és el tudtuk menteni ugye kép formájában. Na már most ugyanez létezik Linuxra is, méghozzá minden igaz jóval hamarabb már létezett. Méghozzá Shutter, vagy Shutter, vagy nem tudom most magyarosító mondjam, vagy nem, Shutter nevű kis szoftverecske, amit ezzel a terminál parancssal lehet ugye telepíteni. Először felveszük a repót, ugye sudoat get update, megmutathatom, de igazándiból nekem már ez fel van telepítve. Tehát semmi, most kielőjük. Ez ugye benne lesz a videó leírásában, tehát nem kell félni, másolás. Ide beillesztés, felvesszük a repót, ugye kell a jelszó, az természetesen mindig kell, de ez nekem már fent van, úgyhogy mindegy. Ugye. Utána update. És ugye utalma telepítsük, csak azt nekem nem fogja úgyse telepíteni, mert nekem ez már fel van telepítve. Tehát nekem csak annyit fog írni, hogy már a legújabb verzió, stb. Ennyi. Ugye akinek nem telepített, ott meg fogja kérdezni, hogy tényleg akarom-e telepíteni, igen vagy nem. I per N, ugye, hogyha telepíteni akarjuk, akkor I betűt nyomunk, Enter, és szépen felhúzza. És ugye ez így néz ki. Itt a kis szoftverecske. Ugye itt láthatjuk, hogy le tudja fényképezni rögtön az asztalt, le tud fényképezni egy ablakot, vagy kijelölhetünk bármit ugyanúgy, mint a Sniping Tool, a Snipping Tool a Windows 7-en. Tehát rányom például, hogy kijelölés. És akkor ugye mit tudom én, ezt ki tudom jelölni. Nyomok egy Enter-t, és akkor megjeleníti képformájában. De ez egy kicsit többet is tud, az az igazság, ezt most nem mentem el, kicsit többet is tud, ugyanis ő itt lecsukódik szépen az óra mellé, és akkor, mikor lehet nyomni egy kijelölést, tehát nem kell rögtön becsukni, több mindent akarok, akkor például ezt is le akarom, itt a óra mellett szépen kijelölés, kijelölöm, amit szeretnék, itt tudom én ennyit, nyomok egy Enter-t, puff, megint megvan a képfaj. És ugye ő ma mutassa is, hogy hova menti el a képfajlokat. Szóval szerintem egy nagyon egyszerű és praktikus szoftver sokszor jól jöhet, mert vannak olyan boldogok vagy olyan helyek, ahol ugye a képeket se engedi lementeni, vagy akarni szöveget, bármit. Szerintem praktikus, szóval ez csak ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek szép napot!